Erős vár a mi Istenünk! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit Vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapon, az egyház évünk útmutatása szerint. Mindenek előtt azzal az igével, az egyikkel, amelyet egyházunk a mai vasárnapnak a feliratául adott számunkra. Megvan írva János evangéliumának első fejezetében, a 16. vers így szól: mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre. János evangéliumának az első fejezete Jézus Krisztusról és az ő személyéről szól, egy nagyon különleges fejezet, érdemes elolvasni az egészet. És itt arról beszél, hogy kegyelmet kegyelemre, vagy hát úgy is fogalmazhatnánk, hogy kegyelmet kegyelemre halmozva kapjuk meg Jézus Krisztustól mindazokat az ajándékokat, amelyeket az Isten szeretete ő által adni akar nekünk. Én nagyon szeretek túrázni, és hát ugye, ha az ember túrázik, és ezt mindezt túra útvonalon teszi meg, akkor ott jeleket lát, fára téve, kőre téve, vagy bármi másra, festett jeleket, amelyek megmutatják azt, hogy jó úton halad. Hát az Istennek a kegyelmei, az, amikor ő meghallgat bennünket, mikor ajándékát adja, mikor különleges szeretete nyilvánul meg az életünkben, biztos vagyok benne, hogy ilyen pontokat meg tudunk határozni az életünkben, azok mind ilyen iránymutatók is. Egyrésztről persze az Isten szeretetének jelei is, másrésztről pedig olyanok, mint a túra útvonalon lévő jelek, hogy ha a Krisztus útján akarunk járni, akkor ezek azok a jelek, ezek azok az útjelzések, amelyek által mi meg tudjuk találni a jó utat, és rajta tudunk maradni a jó úton. Tehát legyen az ennek az Isten tiszteletnek az egyik célja, hogy felfedezhessük az életünkben az Isten kegyelmének a jeleit. Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.
az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Az egész föld leborul előtted, Uram, és zengő énekkel áldja nevedet. Örvendezzetek Istennek szerte a földön, magasztaljátok és járuljatok elé hódolattal. Jertek, lássátok Isten tetteit, csoda dolgokat cselekszik az emberek között. Téged illet a dicséret, Istenünk, neked teljesítik a fogadalmakat. Te meghallgatod az imádságot, ezért hozzád fordul minden halandó. Az egész föld leborul előtted, Uram, és zengő énekkel áldja nevedet. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunkkal, Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, aki Atyád akaratából jöttél a földre, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Úr Jézus Krisztus, aki Atyád akaratát nyilatkoztattad ki a földön, Krisztus, kegyelmez! Krisztus, kegyelmez! Úr Jézus Krisztus, aki betöltötted Atyád akaratát, és mindhalálig engedelmes voltál értünk, Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Irgalmazz, Úr Isten, immáron én nékem. Irgalmazz, Úr Isten, immáron én nékem. Mert Te benned bízik, Uram, az én lelkem, és Te benned dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Az élő Istennek a mennyben dicsőség, a földre jöjjön el, közénk a békesség, embernek jó szándék. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, Te irányítasz mindent a mennyen és a földön. Hallgass meg kegyelmesen néped könyörgését, és add nekünk békességedet az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt Isten, ér és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, vízkereszt ünnepe utáni második vasárnapon az oltár előtti igeként. Meg van írva János evangéliumában, annak is a második fejezetében, az első verstől kezdve, Istennek igéjét, hogyha van rá lehetőségünk helyünkről, felállva hallgassuk meg. A harmadik napon menyegző volt a Galileai Kánában, és ott volt Jézus anyja. Meghívták Jézust, a tanítványait a menyegzőre. Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá, nincs boruk. Mire Jézus azt mondta, vajon én rám tartozik ez, vagy te rád, asszony? Nem jött még el az én órám. Anyja így szólt a szolgákhoz, bármit mond nektek, tegyétek meg. Volt ott 6 kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként 2 vagy 3 métréta fért. Jézus így szólt hozzájuk, töltsétek meg a vedreket vízzel, és megtörtötték, színültig.
Majd ezt mondta nekik, most merítsetek és vigyetek a násznagynak. Ők pedig vittek. Amikor a násznagy megizlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt, és így szólt hozzá. Minden ember a jó bort kínálja először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat, te pedig mostanáig tartogattad a jó bort. Ezt tette Jézus első jelként a galilai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét. Válaszul az ige szavára, valljuk meg együtt hitünket az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül. Fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan ma meg akar szólítani bennünket, megírva találjuk Mózes 5. könyvének 30. fejezetében, a 11. verstől kezdődően. Ha lehetőségünk van rá, Isten igéjét helyünkről felállva hallgassuk meg. Mert ez a parancsolat, amelyet ma megparancsolok neked, nem túl nehéz a számodra, és nincs távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy fel a mennybe, hogy lehozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Nem is a tengeren túl van, hogy azt kellene mondanod, kicsoda kell át a tengeren, hogy elhozza, és hirdesse azt nekünk, hogy teljesíthessük. Sőt,
inkább nagyon is közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben. Teljesítsd hát azt. Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Eddig Istenünk írott igéje. Középiskolás koromban történelem órákon minden órán három ember felelt. Egy szóban az előző óra anyagából, ketten pedig írásban az azt megelőző óra anyagából. Így viszonylag gyakran sorra került mindenki valamilyen formában. Viszont időnként előfordult, hogy valaki nem tudott készülni az órára, mert például beteg volt és nem kapta meg az anyagot, vagy valamilyen olyan elfoglaltsága volt előző nap, hogy nem maradt ideje ezzel foglalkozni. Akinek ilyen irányú problémája volt, az óra elején odajárult a tanár úrhoz, és csendben jelezte neki. Szinte minden órán volt egy-két ember, aki kiment szólni. Április 1-én aztán gondoltunk egyet, és a teljes osztály felsorakozott, mindenki kitalált valamit, hogy ő vajon miért nem tudott felkészülni erre az órára, és szépen sorban előadtuk a tanár úrnak. Sajnos vagy sem, értette a tréfát, és miután mindenkit szépen végighallgatott, mosolyogva felszólított három felelőt. Így aztán azoknak sem ért semmit a kérése, akik valóban valami rajtuk kívülálló okból nem tudtak készülni. Erre a kifogás keresésre emlékeztet engem a mai igénk képe. Az ember keresi a kifogásokat arra, hogy miért nem tudja teljesíteni az Isten akaratát. Mert biztosan a mennyben vannak ezek a parancsolatok, vagy a tengeren is túl, vagy akár az üveghegyen is túl, ahol a kurtafarkú malac túr, minden esetre elérhetetlen távolságban. Megismerhetetlen, ezért aztán teljesíthetetlen, tehát nem is kell vele foglalkozni. Ennyi. Na de azért nem egészen így működik. Történelem órán lehet, hogy néhány ember az adott órán megúszta a felelést, de aztán a témazáróra nekik is fel kellett készülni, el kellett sajátítani annak az órának az anyagát is. A jognak is van egy kifejezése ezzel a témával kapcsolatban. Ignorancia juris non excusat, vagyis a törvény nem ismerete nem mentesít a felelősség alól. De Istenre egyik hozzáállás sem illik, sem a kifogással való elengedés, sem az ismeret nélküli felelősségre vonás. Istennek fontos, hogy mi tudjuk, hogy mi az ő akarata. Nem titkolózik, hogy aztán számon kérjen rajtunk valamit, amiről soha nem is hallottunk. A prófétai szóban, és később Jézus Krisztus életében a felséges és szentséges Isten egészen közel jött hozzánk. Emberi szóval, emberi kifejezés formákkal közölte az akaratát. Nem kell érte az égbe szállnunk, vagy tengereken átkelnünk, hogy valami módon meg tudjuk fejteni azt. Nincs elrejtett, titkos tudás, amibe csak a keveseket avatják be. Nem. Az Isten akarata egészen közel van hozzánk. Mózes azt mondja, szádban és szívedben van. Akkoriban, amikor ezek a szavak először elhangoztak, még nem tudott mindenki írni, olvasni. A prófétai szavakat, Isten üzenetét és akaratát hangosan kimondva ismételgették, memorizálták. Ez nem magolás volt, nem gépies recitálás, hanem a szívbe vésés metódusa. Ahogy újra és újra kimondták, nem csak megjegyezték, hanem az övékévé vált, a részük lett. A szívükbe vésték, hogy áthassa a gondolkodásukat, és meghatározza a cselekedeteik irányát, a felebarát iránti magatartást. Nem véletlen, hogy ma, az írás és olvasás korában mi is ismételünk ige szakaszokat, akár a 10 parancsolatot, zsoltárokat és más igéket is. Hittanórákon a gyerekekkel is évről évre vannak szakaszok, amiket kívülről megtanulunk, mert fontos, hogy ne csak egyszer elolvassuk, egyszer meghallgassuk, hanem a részünké váljon, a szívünkbe vésődjön. A felolvasott ige szakasz egy hosszú beszédnek a részlete, amint az idős Mózes az utódjának, Józsuénak mond el. Gyönyörű beszéd, különben ajánlom az egészet elolvasásra.
Mózes, aki kivezette a népet Egyiptomból, a szolgaság házából, aki 40 évig vezette őket a pusztában, a megígért Kánaán felé, most átadja a stafétát Józsuénak, aki már útközben született, és igyekszik neki összefoglalni a fontosabb tudnivalókat, hogy jó vezetője lehessen majd a népnek. Talán már néhányunknak volt alkalma munkahelyen utódot betanítani. Nem könnyű, mert szeretnénk, hogy minél jobban átadhassuk neki nem csak a tárgyi tudást, az ismereteket, hanem a hozzáállást is, a prioritásokat. Mindazt, ami szükséges ahhoz, hogy jól el tudja végezni azt a munkát, amit előtte mi végeztünk el. Mózes is igyekszik mindenre kitérni. A felolvasott szakasz csak egy apró töredék ebből a hivatalátadásból, de ebben a pár mondatban is háromszor szerepel a teljesíteni ige Isten akaratával kapcsolatban. Nem elég megismerni. Nem csak önmagában van az Isten szava, igéje, akarata. Nem azért kaptuk, hogy csak elmélkedjünk, gondolkodjunk rajta, hanem arra való, hogy teljesítsük. Az Isten útját nem elég meglátni és beazonosítani, matricát tenni rá, hogy ez igazán jó. Nem elég lájkolni, megosztani, hanem járni kell rajta. Elindulni és rajta lépkedni. Meg lehet állni, de aztán újra el kell indulni. Az Isten útja arra való, hogy járjunk rajta. Mégpedig minden nap. És ez az időbeli aktualitás, ez a mindenkori ma, ez szintén egy olyan kifejezés, amit Mózes többször is említ ebben a szakaszban. De mit jelentett számunkra az a szó, hogy ma, egy több ezer éves szövegben? Több helyen is olvasunk ilyet a Bibliánkban, ilyen jelen időben megfogalmazott mondatokat. Ki is emelnék most kettőt, az egyiket a második Korintusi levélből, a másikat egyrészt a Zsoltárok könyvéből, másrészt a zsidókhoz írt levélben is megtalálható. Íme, most van a kegyelem ideje, íme, most van az üdvösség napja. És a másik, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ma, most. Mielőtt felolvastam az igehirdetési alapigét, akkor is ezt a szót mondtam, hogy ma meg akar szólítani bennünket. Mert az Isten igéje és vezetése minden nap aktuális, minden időben érvényes. Mit sem koptattak rajta az évezredek. Ma is személyesen meg tud és meg akar szólítani bennünket. Jézus tanítványa nem titkokat keres a Bibliában, hanem az Isten akaratát, ami a való életben, a mindennapokban mutat utat, és az örök életre vezet. Mózes szavai nem csak cselekvésre bíztatnak és indítanak, de döntés elé is állítanak. Lásd, én ma eléd adtam az életet és a jót, de a halált és a rosszat is. Ugyan kiválasztaná önként a halált és a rosszat, amikor lehetőség van az életre is. De egyedül, a magunk erejéből nem tudjuk ezt az abszolút jót elérni. Nincs távol tőlünk, meg tudjuk ismerni, és mégis, ha megfeszülünk, sem tudjuk tökéletesen teljesíteni. Ezért küldte el az Atyaisten hozzánk Jézus Krisztust. Ő az, aki betöltötte a törvényt. Nem hatályon kívül helyezte, hanem betöltötte, hogy a mi töredékességünk is kisimulhasson majd Isten színe előtt. Pál apostol ezt írja a római gyülekezethez címzett levelében, mert a törvény végcélja Krisztus minden hívő megigazulására. Közel van hozzád az ige, a te szádban és a te szívedben, mégpedig a hit igéje, amelyet mi hirdetünk. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg.
Krisztusban van örök életünk, üdvösségünk hit által. De ez a hit nem csupán elmélkedik és szemlélődik, hanem cselekvésre indít. Mózes így mondta, mert ez a parancsolat, amelyet ma megparancsolok neked, nem túl nehéz a számodra, és nincs távol tőled. Közel van hozzánk az Isten akarata, egészen közel jön hozzánk napról napra, amikor elővesszük a Bibliánkat, amikor imára kulcsoljuk a kezünket, és útmutatást kérünk az Úrtól. Közel van hozzánk, amikor Jézus nyomában járva cselekedjük az ő akaratát. Nincs távol tőlünk, ha mi magunk nem zárkózunk el tőle. Jézus azt mondta, vegyétek magatokra az én igámat, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Vegyük fel hát, és induljunk el. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy akaratodat meg akarod ismertetni velünk. Adj nekünk szomjat és kitartást a megismeréshez, elszántságot és alázatot, hogy a te utadon járjunk, és őszinte hitet, hogy minden kanyar után hozzád találjunk. Amen. Kedves testvérek, nagy szeretettel hirdetek egy-két dolgot Isten tiszteletünknek ezen a pontján. Mindenekelőtt az, hogy online Isten tiszteleteink tovább folytatódnak az elkövetkezendő hetekben. Reménykedünk abban, hogy talán a tavasszal majd valamikor visszatérhetünk a személyes jelenléttel járó Isten tiszteletekre, imádkozzunk ezért mindannyian. Szeretettel felhívom a figyelmet arra is, hogy a jövő hétnek a folyamán kerül megrendezésre szerte az országban és szerte a világon az úgynevezett ökumenikus imahét. Ennek a lényege az, hogy a Krisztus hívők bármely felekezethez is tartoznak, összejönnek és együtt imádkoznak azért, hogy a kereszténység legyen egységes. Részekre szakadva él most Krisztusnak az egyháza, a Krisztusban hívők különböző felekezetekbe tömörülve, de azt kell látnunk, hogy széttöredezett világunkban sokkal nagyobb szükség van most arra, hogy egységet mutassunk, mint arra, hogy a különbözőségeket kutassuk. Ez most első alkalommal kerül megrendezésre Ajkán, sajnos személyes jelenlétre a járványhelyzet miatt nincs lehetőség, de szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe egyrészt az Evlelkész YouTube csatornát, ahol az Isten tiszteletek mellett majd ez is látható lesz a jövő hétnek a folyamán, illetve azt, hogy pénteken az Ajka TV is le fogja adni ezt a műsorában, úgyhogy így készüljünk most erre, hogy ezt is megnézhetjük majd az Ajka TV képernyőn csütörtökön, az Evlelkész YouTube csatornáján délután 5 órától, és pénteken pedig az Ajka TV-nek a műsorába beágyazva ezt az ökumenikus alkalmat, amellyel kinyilvánítjuk azt, hogy itt Ajkán is induljon el és erősödjön meg az a lelkület, hogy a Krisztus hívők egységben legyenek és egységesen imádkozzanak, különösen is fontos egy ilyen nagyon nehéz helyzetben, mint amilyenben most együtt vagyunk. Szeretettel hirdetem azt is, hogy a mai Isten tiszteleten megemlékezésünk is van, hiszen az elmúlt héten kísértük utolsó földi útjára Kápli Eremér testvérünket, és bár csak így virtuálisan, de együtt tudunk lenni a gyászolókkal a gyász fájdalmában, de együtt tudunk lenni a gyülekezet közösségében és Krisztusunk közösségében a feltámadásnak és az örök életnek a reménységében. Így csendesedjünk most el, és imádkozzunk. Meghajolunk szent és mindenkor jó akaratod előtt, Urunk, amikor elhunyt testvérünkről, Kápli Eleméről emlékezünk meg imádságunkban. Áldunk mindazért a jóért, amit rajta keresztül adtál.
Bűnbocsátó irgalmaddal fedezd el mindazt, ami emberi gyarlóság volt benne. Cselekedjél vele kegyelmet szerint, és végső napodon támaszd fel őt üdvösséged örömére. A gyászolókkal éreztesd atyai szeretetedet, vigasztald meg őket jóságoddal. Mindnyájunkat úgy vezess szent lelkeddel, hogy bölcs szívhez jussunk, akaratod szerint éljünk, egykor pedig együtt örvendezzünk színed előtt el nem múló örömmel. Urunk Istenünk, aki Jézusban arra biztattál minket, hogy könyörgéseinkben bátran és kitartóan keressünk téged, hallgass meg imádságunkat és add meg mindazt, ami üdvösséges. Könyörgünk a világért, amelyet szépnek és jónak teremtettél és mindeddig megőriztél, noha bűneink miatt a romlandóság törvényének is alávetetted. Kérünk kegyelmeddel ezután is védd, oltalmazd, újítsd meg a természetet. Áld meg azokat, akik akaratod szerint fáradoznak, hogy a föld nemzedékeken át lakható maradjon. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Könyörgünk, adj egymás iránt figyelmet szívünkbe, adj több türelmet békétlen közösségeinkbe, adj több alázatot a vezetőknek, és adj elegendő jóságot az emberi léleknek. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, aki Jézus Krisztusban világosságú jöttél közénk, állj azok mellé, akikre a kilátástalanság sötétsége borul. Állj mellénk is, hogy ne csak imádkozhassunk azokért, akik otthontalanok, vagy éheznek, vagy más szükséget szenvednek, hanem tenni is tudjunk értük. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Istenünk, aki Jézusban megmutattad, hogy hatalmad lecsendesíti a tengert, és számunkra legyőzhetetlen erők szavadnak engedelmeskednek. Légy mindazokkal, akik reménytelenül vívják küzdelmüket a betegséggel, a halállal, vagy kilátástalanul vergődnek a gyász fájdalmában. Nyújts feléjük megtartó kezedet, hogy hitük bizonyosságot nyerjen. Te Úr vagy a halál fölött, és a te kezedből senki és semmi nem ragadhatja ki életüket. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Atyán, könyörgünk szent népedért, az egyházért, egyházunkért. Gyújtsd meg bennünk a Szentlélek tűzét, áld meg közöttünk az ige hirdetés szolgálatát és a szeretet cselekedeteit. Áld meg püspökeinket, előjáróinkat, hogy minden döntésük a te akaratodba simuljon. Áldás kísérjen minden gyülekezeti munkát, hogy ne önmagunkért, hanem másokért élhessünk. Jézus Krisztusért kérünk, Urunk, hallgass meg minket. Mindenható Isten, hallgass meg néped könyörgését, és hozd el hamar országodat, Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel együtt él és uralkodik mindörökkön örökké, s akit együtt szólítunk meg, Jézus Krisztustól tanult imádságunk szavaival. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül, hogyha van rá lehetőségünk, akkor helyünkről felállva fogadjuk az Úr áldását. Áldjon meg bennünket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.